Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus tanított, valaki megszólalt a sokaságból. Mester, szólj testvéremnek, hogy ossza meg velem örökségét. Ő így válaszolt. Ember, Kihatalmazott föl engem, hogy bírátok legyek és elosszam az örökségeteket. Majd a tömeghez fordult. Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővölködéstől függ az ember élete. Példabeszédet is mondott nekik. Egy gazdag embernek a földje, bőséges termést hozott. Így okoskodott. Mit tegyek? Nincs hova gyűjtsem a termésemet. Tudom már, mit teszek. Lebontom csűreimet, nagyobbakat építek oda, és oda gyűjtöm majd a termést, és minden vagyonomat. Aztán majd elégedettem, mondogatom, ember, van elég vagyonod, eltart sok évig. Pihenj, egyél, így áll, élvezd az életet. Ám az Isten így szólt hozzá, esztelen, még az éjjel számon kérik tőled lelkedet. Ki lesz mindaz, amit szereztél? Így jár az, aki kincset gyűjt magának, ahelyett, hogy Istenben gazdagodnék. Ezek az evangélium igéi. Szeretnő testvéreim, nemzeti ünnepünknek a 67. évnek a szép ajándékai a mai igeliturgiának az olvasmányai. Az első olvasmány Ábrahám hitét állítja elénk. Ábrahám folyamatosan hitte, hogy Isten megtartja ígéreteit, és bár csak egy fia van a kései házasságból, akit az Úr kérte, hogy áldozzon fel, mégis hitte, ebben a reménytelen helyzetben, hogy jövője van, és nagy nemzetté lesznek utódai. Nem kételkedett hitetlenül Isten ígéretében. Inkább megerősödött a hitben, megdicsülve azáltal, ezáltal az Istent a reménytelenség ellenére hit. Ha a nemzeti ünnepünkre gondolunk, körülbelül ez volt 1956. Egy csomó fiatal, hosszú a történelem, hogy mögötte van, nem kételkedett abban, hogy jövője van a nemzetnek, és ettől a túlnyomó hatalomtól, diktatúrától meg lehet szabadulni. A reménytelenség ellenére is reméltek. Ezek voltak az 56-osok, és ezek Ábrahám hitének követői, amire mi is meg vagyunk hívva. Ábrahám valamiképpen hitte, hogy ha a fiát föl is kell áldoznia, Isten a feláldozandót életté tudja változtatni. Ez volt nemzetünk 56-ba. A reménytelenség ellenére is hitt. De nem csak ő rá vonatkozik, mondja a Szentíró, amit róla írtak, hogy ezáltal vált igazzá, hanem mi ránk is. Mi is igazzá válunk, ha hiszünk Istenben, aki feltámasztotta a halálból urunkat. Ez a feladatunk, testvéreim. Körül vagyunk féve nem barátságos gesztusokkal. És hinni, úgy, mint Ábrahám, Mégis, hogy ez az apróka nemzet itt Európa közepén jövővel bír. Isten kezében vagyunk. Hiszünk, hogy Isten, aki a halálból föltámasztotta Jézust, mindig újra meg újra jövőt tud ajándékozni nekünk. Ennyit a Szent Leszkéhez. Ugyanakkor az evangélium is nagyon hozzánk tartozik a mai nemzeti ünnepünkhöz. Az evangéliumban egy fiatal ember oda megy Jézushoz, megszakítva az ő beszédét, és ezt mondja, tégy köztünk igazságot a testvéremmel együtt, hogyan osztozzunk meg az örökségen. Jézus elutasítja a kérést. De ez a kérés apropó, hogy egy példabeszédet mondjon az értelmetlen gazdagságról. Mikor olvasgattam ezt a perikópát, eszembe jutottak az akkori diktatúra hatalmasságai, akik az elrabolt vagyonokból dűzsöltek. Jól értek, értékvesztők voltak. Ez a szerencsétlen gazdag Jézus példabeszédében, örül a gazdagságának, örül a bő termésnek, nem is tudja elhelyezni a gabonáját, de nincsen semmi baj, lebontom a csűreimet, építek egy hatalmasabbat. És eszek, iszok, jó lélek. Ez a diktatúrának a természete is. Van mindenem, elhaj, sose halunk meg. Elhitte, mint a diktátorok annak idején, hogy mi irányítjuk a történelmet. Aztán az Isten másként döntött. Eztelen még az éjjel számon kérik lelkedet. Ezzel nem számolt az akkori diktatúra se, meg a mostani ideológiai diktatúra, meg az egyéb formába tündöklő diktatúrák. Nem számol azzal, hogy van Isten, hogy a lelkük számon kérésre kerül, ez a pökhendiség, ami sokszor megjelenik a hatalmaskodókban, ezt tükrözik. Nem gondolnak másra, csak önmagukra, önmaguk meggazdagodásáról. Így volt ez 56 előtt is, így van most is. A diktátor, diktátor. Elferdült jellem, nem tud a lelkéről, nem tud Istenről, nem tud a másik emberről, csak egyre gondol minél nagyobb csűröket építeni. Ez minden diktatúrának a természete, az értelmetlen meggazdagodásnak a természete. És a jó emberünk míg az éjjel számon kérik a lelket. És ugyanakkor a mai napon ünnepeljük Kapisztán Szent Jánost. 1386-ban született, és 56-ban, 1456-ban Nándorfehérvári csata után halt meg. Dél-olasz családból Kapesztánóban született, valószínűleg tartják, hogy német család voltak, akik levándoroltak Itáliába, és ott előkelő pozíciót értek el, Tedeszkónak nevezték magukat a család, ugye olaszul németek, és a Jánost, mert jó eszű volt, elküldték éjszakra, Perugzsába, ott tanult jogot, aztán a jog akkor is ilyen csülcsavar mesterség volt, és rávették egy igazságtalan ítéletre, aztán emiatt börtönbe kerül, a börtönből menekülni akart, a doktori disszertációját is fölszabdalta, hogy valamiképpen a börtön ablakán keresztül földet érjen, és épp a diplomája szakadt el, amikor ereszkedett le a börtön tornyából, és földre pottyant, mindkét lába eltört. És a fogdmegek ugye visszavitték a börtönbe, vizes cellába ültették, állították az eltört lábaival, és lázálmai voltak, és lázálmában megjelent neki Szent Ferenc a stigmákkal. És akkor, mikor kiszabadul, elmegy Ferencesnek az obszervánsokhoz, a szigorúbb ágazathoz, és úgy, mint Ferenc, ő is az evangéliumnak szentelte az életét. És magyar meghívástól is, pápai biztatástól is eljön többek között Magyarországról. Ugye Vándor Prédikátor volt, és itt Magyarországon összegyűjtötte a kereszteseket, mert ez volt a megbízása, hogy kereszteseket gyűjtsön maga köré. Hát kaszás, kapás emberek voltak. Az ember hogy eljut Nándorfehérvárra, ott látja a helyszínt, meg az egész viszonyokat, azért sokszor mondják ezt is sokan, hogy Hunyadi lenézte Kapisztánt, pedig ő volt az, aki megmentette Nádolfehévárt a kaszásaival. Hunyadi először nem is akarta odaengedni a török közelébe ezeket a kaszás-kapás embereket de Kapisztán látja, hogy mit kell tenni, tisztában, mint Hunyadi, és ő az, aki megzavarja ugye a török csapatot, és ott a folyóknál érdekes a történet, most nem akarom mesélni, ugye mentette meg a magyar szabadságot, ugye ott 46-ban, 1456-ban, így az évfordulója, halálon napja a mai. Ugye ott lakott meg, ott, ott halt meg, Nándorfehérvár közelében, egy ferences kolostorban, két hónappal később, mint maga Hunyadi. Szóval a nemzetünknek egy nagyja, bár kapeszlánóba született, lent Itáliában, mégis a magunkénak érezzük, testvérek, Kapisztán Szent János nagyon nagyon komoly ember volt. Művelt volt, kemény életet élt, hajnalok hajnalán kelt föl, elmondta a zsolosmát, elmondta a szentmiséjét, aztán leveleket írt, prédikációra készült, és betegeket látogatott. Szigorú, aszketikus élettel. A ferenc megújítóinak egyike. Szóval a hős az mindig mondjuk, hogy nem abban a pillanatban születik, mikor hőssé válik, hanem messze előbb. Méltatlanul mi magyarok se ismerjük őt. 19 kötetnyi prédikációja maradt ránk. Ott Kapesztánóban lehet látni a rendházban az ő predikációnak a gyűjteményét. Egy szent ember volt, ezért emlékezünk rá. A harmadik a forradalom. Történelmet ismerhetjük, hogy 55-ben sikerült a nyugati hatalmaknak kizavarni az oroszokat Ausztriából, és az egyesség úgy szólt, hogy addig fognak itt lenni az oroszok, míg Ausztriából el nem távolodnak. Ausztriából eljöttek, erre Ripsrops, ugye az oroszok, meg létrehozzák a Varsói Egyezményt, a nép megnyomorítva, Rákosi már elzavarva, és spontán, nincs is vezetéje a forradalomnak először, spontán, némán elindul egy tiltakozás a diákok részéről, a diktatúra elviseltetlensége ellen. Emberek, akik azt tudták, hogy az Isten szabadnak teremtette az embert, és küzdöttek a szabadságért. Jó, mint szenti bíborost, csak napok múltán tudták kiszabadítani. Ugye a házi fogságából misélhettem is ott egyszer, és akkor pár napig szabad. Próbálja az egyház belső sorait rendezni, megtisztítani a megalkuvóktól az egyházot, és keresni a megoldást a jövőt illetően november 3-án elmondja azt a híres beszédét, amiben a diktatúra alatt próbáltuk belekötni, most már nem köt bele senki sem, mert annyira objektív hangvételű volt a beszéde, azt nem azt a könyvet hoztam le, viszont azt így mondja ez az összefoglalás, hogy egészen természetes volt a beszédében, hogy hangsúlyt kapott, kapott az egyházak, a vallás szabadsága, a lelkiismereti szabadság, az emberi méltóság, tisztelete, megbecsülése. De sajátos konkrétum a kommunisták elleni magánbosszút minden területen el kell kerülni, viszont felelősségre kell vonni az elmúlt rendszer bűnöseit, de csak is független hazai bíróság előtt. Külön kiemelte az elmúlt rendszer örököseit, vagyis Gerő Erdőnek, ugye ület Rákosinak az utódja, akik Rákosiék után megörökölték a legférsőbb pártvezetést 1956 júniusában, akik az október 23-át követő héten a forradalmi tömegek ellen bevetették az összes hazai fegyveres erőt. A világot a maga módján globalizálni akaró kommunizmustól akarta távol tartani népét, mint szenté. Itt van egy interjú részét de kívül is el tudom mondani. Nagy Kálmán bácsi, ugye, akit volt ajándék számomra, hogy temethettem Buda Keszibe, száz nem tudom hány éves korában halt meg. Ő volt az, aki ugye a rádióbeszéd november harmadikán volt, november negyedikén, a jó Kálmán bácsi elindult Budakesziről gyalog, egy pontom híd volt a parlamenttel szemben a Battyányi térnek átelembe, az országház előtt átjött, és akkor már látta, hogy ott a Kossuth téren ott vannak már az oroszok, mikor megy a Honvideg Minisztérium fele tartott, jelentkezzen katonának. Ludovikás volt az öreg. Angolul is tudott. Aztán látta ő hogy a bíboros ott ül bent a parlamentnek az egyes kapujánál folyosón, és akkor elmegy, jelentkezik, de hát már későn volt, akkor már a minisztérium, az oroszok megszállták. Szóval kullogott visszafele, át a pontom hit fele, a Mincenti bíboros még mindig ott ült a parlament folyosóján. És oda hozzá a jó Kálmán bácsi, Bíboros úr, itt nem maradhat, itt vannak az oroszok. Jó, jó, de hova menjek? És akkor a Kálmán bácsi, mert tudott angolul, mondta, menjünk át a követségre. Tudni, Bíboros úr várta, hogy jön érte a kocsi. Egy autót várt, hogy átmenjen Budára de már a kocsi nem érkezett, mert azt már nem engedték. És a Kálmán bácsi átkísérte az amerikai követségre, ami ott van, tudjuk, a szabadság téren, és akkor a portásnak mondta, hogy itt a bíboros úr, meg kell menteni. És így fogadta be az amerikai követség, ilyen naív, szinte hát ártatlan kezdeményezésből, így került ugye, a bíborosul jó esztendőre, az amerikai követségre. Ez a forradalomba, testvéreim, annyi, annyi apró, szép gesztus, amit, amit testvérek, kevesen, itt vagyunk, ünnep van ma, itt vagyunk, a szokásos kis nép ebbe a szentmisébe. Nem érdekli a magyart a magyar. Imádkozzunk őt! hogy ilyen apró tetteket, mint a nagy Kálmán bácsi megtette, tudjunk végbevinni. Az apró tettekből épült akkor is egy jel, legalább Európa számára, az akkori globalizáló diktatúrával szemben. Most is a kicsik hordozzák az életet, nem a parlamentek. Az öregjeink a családjaink, ezek hordozzák a jövőt. Mint a Kálmán bácsi akkor, tudom, a én ezt a szót használtam, Kálmán bácsi egy értékmentő volt akkor. Mi is legyünk értékmentők. Amen.